És kérem akkor a szegedi műhelyt, Bari Ferencnek adom át a szót. Tisztelt hallgatóság, rendkívül jól esett a felkérés. Tulajdonképpen az embernek, mikor elkezd pörögni az agya, hogy miről is és hogyan kell beszélni, akkor nagyon sok döntést kell hozni, és ezeket a döntéseket nem biztos, hogy jól hoztam meg, mert Jávor doktortól az orvosi informatika előadásaimon szoktam idézni. Nem kértem tőle engedélyt, de gondolom megadta volna az engedélyt, mert van egy olyan ábrája, ahol egy kerékpár tolnak, és azt mondja, hogy túl gyorsan toljuk a biciklit ahhoz, hogy föl tudjunk ülni rá. Na most ezt úgy általában nem szokták érteni azok, akik nem értik. Én viszont elég gyakran szoktam azt mondani, hogy vannak olyan ügyek az életünkben, amelyekhez kell idő. Ennek az elsajátításához és megértéséhez. És Kavafis, ugye Ithaka című költeménye, ami nekem egy meghatározó az életemben, azt mondja, hogy ha elindulsz Ithakába, akkor a lehető leghosszabb utat választ. Mert akkor találkozol nagyon sok mindennel, amely az életben fontos lehet számodra. És én most egy kicsit hosszú utat választottam, mert amikor megkaptam a fölkérést, akkor elkezdtem a Szegedi Egyetem könyvtárába a gyökerekhez visszamenni. És a gyökerek azok olyanok, amelyeken az ember szívesen elidőz, mert egyrészt rájön arra, hogy mindannyiunkat meg fog haladni az idő, és Kelmannak, ennek a fiatal osztrák írónak, aki már nem is olyan fiatal, van egy csodálatos könyve Humboldtról és Gaussról, az a címe, hogy a világ fölmérése, és abban azt mondja, hogy egy idő után az utókor számára, amit csinálunk, az nevetségessé válik, hát az a szerencse, hogy mindenkit elérhet az utókora. Na most engem az lepett meg, hogy Kalmár professzorék munkássága, amely biztosan, hogy meghatározó volt a magyar egészségügyi informatika történetében, sok vonatkozásban még ma is időtálló. Ugye a Szegedi Egyetem sorsa, története önmagában a 20. századi magyarságnak egy olyan története, amelyet érdemes az eszünkben tartani. A Szegedi Egyetem nem lett volna, ha nincs Trianon. Szegedi Egyetem nem lett volna, ha nem döntenek úgy a kolozsvári professzorok, hogy ők eljönnek onnan. A Szegedi Egyetem nem lett volna olyan, ha az emberek nem segítették volna egymást. Kalmárnak sárga csillagot kellett viselnie, és Kalmár tüntetőlegesen viselte a sárga csillagot, és talán a jó sorsnak köszönhető, hogy lehetősége volt a Szegedi Matematikus Iskolát újra szervezni. Elég sokat olvastam Kalmárról, középiskolás koromban volt szerencsém találkozni vele, ő le tudott hajolni a fiatalokhoz. És Kalmár esetében az, hogy a Szőkefalvit, aki szintén világhírű matematikus volt Szegeden, nem nevezték ki, hanem helyette Kalmár kapott egyetemi tanári megbízást, és az első dolga az volt, hogy alapított egy tanszéket Szőkefalvi számára. Tehát igenis vannak kiemelkedő emberek, igenis igaz az, hogy ugye Newton is azt mondta, hogy az óriások vállán állva messzire el lehet látni. A 70-es decemberi kollokvium úgy jött létre, hogy ott három akadémikus jelen volt, Szentágotai, Kalmár és Lissák. Ugye Lissák a pécsi Élettani Intézet igazgatója volt, Szentágotai akkor már Budapesten anatómus professzor, és Kalmár hívó szavára odamentek, és komolynak tartották azt, amiről ott elkezdődött a diskurzus. Most én kerestem dokumentumokat, és csodálattal olvastam azt, hogy néhány akadémikus hívószavára gyakorlatilag megmozdultak azok az emberek, akik nyitott szemmel és nyitott füllel voltak, mert azért azok a 70-es évek vagy a 60-as évek azok nagyon sok szempontból izgalmasak voltak. Többek között, hogy 1971-ben
Hans Field megmutatja az első az emberi agyról készült CT felvételt. Forradalom indul el a jelfeldolgozásban, az idődoménokat a frekvenciatér analízisek váltják föl. Az adatok, tények körültekintő elemzése odáig vezet, hogy a már említett biostatisztika vagy orvosi statisztika, az alkalmazott statisztika az betüremkedik a mindennapok egészségügyi ellátásába, a döntéshozati mechanizmusokba, és természetesen előbb-utóbb nyilvánvalóvá vált, hogy minden egészségügyi tevékenység pénz, tehát az ügyvitel, nyilvántartás, dokumentáció szintén központi kérdésé vált. Ezeket a dokumentumokat olvasva az ember rádöbben arra, hogy micsoda tudásszomjú volt azokban a fiatal emberekben. Én magam 77-ben voltam először Neumann kollégium, vagy kollokviumon, tehát hihetetlen akarat. Valószínűleg a vasfüggöny is mondhatta ezt. Másrészt az a tudásvágy, hogy azért még a fényes szellők nemzedéke ott volt, hogy holnapra megforgatjuk az egész világot. Iszonyatosan sok naivitás volt, hiszen az ember olyan célokat tűzött ki, amelyek ma is nemes célok, hiszen ha az ember a 70-es kollokvium anyagát elolvassa, akkor azt mondja, hogy hát a döntéshozatal mondjuk egy EKG esetében mennyire gépesíthető. Nota bene, az elmúlt évek egyik érdekes fejleménye, hogy egy EKG analízisre kifejlesztett mesterséges intelligencia az EKG-ből azt hiszem 0,1 millimolos pontossággal meg tudja mondani a szérium-kálium szintet, tehát meglehetősen érdekes fejleményei vannak annak, hogy a mesterséges intelligenciával hogyan lehet támogatni az orvosi döntéshozatalt. Ugye a gyökerekhez tartozik az, hogy, és Karl már iszonyatos előrelátása volt, hogy 1957-ben három hallgatóval megkezdődött Szegeden a programozó matematikus képzés. Hát számítógépről sokan hallottak már akkor, de még számítógépet azok se láttak, akik programozó matematikusnak mentek. 63-ban meg elindul az egyetem kibernetikai laboratóriuma. Gyakorlatilag nincsen számítógép, de van kibernetikai laboratórium. És érdekes módon azért hoztam ezt az ábrát, mert az első kollokviumon, ugye azt egyik előadásban, amit a Váci Szőnyi Tibor Kórház számítóközpontjának munkatársai tartottak, azt mondták, hogy arccal a nagy számítóközpontok felé, mert belátható időn belül a magyar kórházakban nem lesznek számítógépek. Tehát ez volt 70-ben a nézet, és szerencsére az egyetemek, nagyvállalatok, minisztériumok segítséget nyújtottak. Tehát megnézze az ember, hogy kik is és honnan közöltek, akkor a Nehézipari Minisztérium, Kohó és Gépipari Minisztérium, ilyen minisztérium, olyan minisztérium, számító központjai mind-mind segítették az egészségügyi informatika fejlődését Magyarországon. Ezek az emberek, ezek nyitottak voltak arra, hogy igen, az iparnak, igen, az egészségügynek segítsenek. Karl már ugye 76-ban halt meg, egyik utolsó interjúja a Tiszatájban jelent meg 1976-ban, amikor arról beszélt, hogy a kibernetikai laboratórium számítógépének Szegeden legelőször az orvosok és a nyelvészek adtak fel gyakorlati alkalmazási kérdéseket. Meg kell mondanom, hogy ha az ember a világot megkérdezi, hogy miről híres a szegedi számítástudomány, akkor elsőként a nyelvészet jön. Az alkalmazott nyelvészet, amely akár a rovásírás megfejtését hozta, akár ma olyan nyelvészeti problémáknak, mint az álhír és a valódi hír döntési mechanizmusainak taglalásáig vezet. A másik pedig azt mondja, hogy az egészségügyi alkalmazások. Na most én az első interjúból, és akkor ugye azért mondom, hogy hosszú volt az út, nagyon sokat, én nagyon élveztem arra, hogy olvashattam, és ezek közül
csak három vagy négyet emeltem ki, amiről Kalmár ebben az interjúban beszél. Azt mondja, itt a kékkel tetszik látni, azt mondja, hogy az úgynevezett nukleáris medicina területén is van a számítógépnek jövője. No hát itt egy elhunyt és egy örömmel jelentem, jó egészségnek örvendő úttörő van, hiszen Kuba Attila sajnos fiatalkorában elhunyt, Csernai László pedig ugyan 1931. decemberében született, de hála a jó Istennek, kiváló egészségű állapotnak örvend. Ők Szegeden a IATE kibernetikai laboratóriumával együtt dolgozva gyakorlatilag megteremtették a magyar képalkotásnak azt a műhelyét, amelyik messze a KGST-ben kiemelkedő volt. Ugye az élő rendszerek modellezése Győri István 1969-től került ott alkalmazásra, mint matematikus a Földi Féle Belklinikán. Zárójelbe, hány 30 évesre bízunk ma vezetői feladatokat? Hány olyan fiatalnak mondjuk, na állj te még be a sorba, aztán majd mikor már minden körmöd lekopott, akkor majd kapsz feladatot. Ugye Győri István aztán 1973-ban megalapította a Szegedi Orvosi Egyetem számítóközpontját, számítástechnikai központját, és itt pedig Röst Gergelyt mutatom be, aki miniszterelnök úr első számú tanácsadója volt a Covid elleni védekezés kapcsán, hiszen Gergő az a epidemiológiai modellező Magyarországon, aki tényleg méltán tett világhírnévre szert. A Győri féle modellezés az, tehát azt mondta, aki egyébként differenciál egyenletek tudósa és szakembere volt, hogy az életfolyamatok egy része differenciál egyenletekkel leírható, és ezeknek a differenciál egyenleteknek a megoldása közelebb vihet bennünket a valóság megismeréséhez. Ugye másik nagy modellező csoport, Hantos Zoltán, Hunya Péter, Galgóczi Gábor, ő sajnos elhunyt, akik a légzőrendszer modellezésével értek el világra szóló eredményeket. A bepirosított területen mutatok egy olyan közleményt, amely Hantos Zoli nevével is fémjelzett. Erre közel 1000 idézet jött eddig a nemzetközi szakirodalomba. Tehát ezek a munkák megjelentek 70-71-72-ben, tehát félreértés ne essék, látszott az, hogy a fingerprint az nagyon erős. Tehát nagyon fontos dolgok voltak már. Hantos ugye 44-es, tehát ő se volt még akkor a 30-as éveinél, amikor ezeket a munkákat elkezdte. Aztán ugye Csirik János, aki a magyar informatikában egy kiemelkedő egyéniség volt sok szempontból, és kedves kolléganőm Boda Krisztina, mert ugye az említett Kalmár idézet azt mondja, hogy szignifikáns módon befolyásolja a gyógyulás statisztikáját. Krista és munkatársai nemzetközileg kiemelkedőt nyújtottak a leíró statisztikákban, rendkívül sok olyan tudományos eredmény részesei, amelyek ma már az orvosirodalomnak meghatározói, elsősorban ugye a multicentrikus vizsgálatok nagyon sok szempontú analízisei, ROK és egyéb variancia analízisek. Az 1970-es Neumann kollégiumon Benedek György, Győri István és Madarász István a retina átviteli függvény közelítése címmel adott elő, és hát itt pedig Roska Botondot mutatom meg, aki ezen az úton haladva ugye világhírre tett szert, először édesapja, majd a saját jogán. Ma azért ott tartunk, hogy a látás és a retina átviteli függvények azok viszonylag úgy értettek, hogy beépíthető néhány 10 pixeles műszemek is a piacon vannak.
Az idegfiziológiai kutatások szintén elindultak. Ugye a sztohasztikus jelanalízis, én is tudom, egy percem van. A sztohasztikus jelanalízis az oda vezetett, hogy akár az alvásanalízis, akár egyéb elektrofiziológiai jelekről nagyon sokat tudunk. Két kiemelkedő kollégámat, Benedek Györgyöt és sajnos 2004-ben elhunyt Obály Ferenc professzort mutatom itt be. És a jelen pedig telemedicinát művelünk, oktatunk, 3D nyomtatást művelünk, oktatunk. Van az egyetemnek képalkotó tanszéke, világszínvonalú elektrofiziológiai kutatólaboratóriuma, Berényi Antal, aki a saját korosztályának kiemelkedő egyénisége az epilepszia kutatásban, bioinformatika, genetika és genomika. És akkor, hogy én sem maradjak le a trendtől, tegnap este mielőtt ide jöttem volna, vagy készültem volna, megnéztem, hogy a ChatGPT mit is mond arról, hogy Szegednek mi köze van az egészségügyi informatikához. És a következő dolog jött ki, hogy azt mondja, hogy a Szegedi Egyetemen alapult az első Medical Informatics Department Európában. Hát mondom, biztos vagy ebben? Erre föl azt mondja, hogy the claim that Szeged University established, és hozott nekem 5 vagy 4 idézetet, ezek közül egy sem létezik, tehát maradjunk annyiba. Na de azt mondta az elején, hogy a történelmet azt mi formáljuk. A ChatGPT szerint ez így van, hát higgyünk benne, hogy Szegeden jött létre az első orvosi informatikai. Annyi igazság van benne, hogy az már úgy definiálta magát 69-ben, 70-ben a győri, hogy Medical Informatics. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen Bari Ferencnek az előadását, és azt kell mondanom, hogy Szeged egy nagyon fontos szerepet játszott minden szempontból. Tehát nem csak, hogy összegyűjtött minket, kutatókat, alkalmazókat, hanem rendkívül erősen inspirált, tehát versenyre késztetett, és azért nem győzünk eléggé hálásak lenni. Az jut eszembe, hogy gyakorlatilag, ha nincs az embernek egy kompetíciója, akkor ellustul, bizonyos szempontból elkényelmesedik. Szegeden minden adva volt, és az, hogy a kutatók ott még önállóan be is tudták mutatni a dolgokat, szenzációs lehetőséget adott.